Hello mindenkinek, Rapó vagyok, és itt vagyunk egy újabb Modern Minecraft részben, ami, hát halljátok, elég érdekes hangokat ad ki, itt valami. Igen, azt kell tudni erről a Modern Minecraftról, hogy ott egy gyémánt. Jó, ezt is jó tudni róla, hogy ott egy gyémánt. De azt kell róla tudni, hogy bekerültek plusz modok. Ó, fel tudtam menni ezzel, fú, megijedtem volna, hogyha nem sikerül. Halljátok. Tehát azt kell tudni, hogy bekerültek új modok, egy-két új mod bekerült, és frissült ez a pálya, az egész pálya 1.7.10-re, tehát mostantól 1.7.10-es verzióval futunk tovább. Hát ami szerintem, hát egy stabilabb verzió mondjuk, direkt azért is készült ugye, hogy stabilabb legyen. És hát ez a mod, ami most itt hallottak, ez elvileg itt van valahol alattunk egy... egy ilyen óriási valamilyen szörnyeteg, amit nem tudok, hogy hogy kéne oda lejutni. Tehát én, amit láttam esetleg videót, az az volt, hogy itt kiásták, de mivel most itt nekünk ilyen van, ezért nem tudom, hogy most itt hogy kéne valamit, mert föl lehet hozni onnan. Láttam, de nem tudom, hogy hogy. Most van, hogy itt adottunk egy ilyen óriás szörny, ugye halljátok ti is, hát lehet hallani. Be fog folyni, nem kéne beesni. De nem tudom tényleg, hogy most ezt megpróbálok itt valamit összehozni. Nagyon világít a láva. Jó, hát mit csináljon mást? Ne világítson. De ez valami nagyon durva szörnyet alul. Vagy nézem, a 9-es szinten vagyok. Ó, te jó ég. Fú. És itt a láva alatt kell lennie. Hát figyeljetek, ha nem sikerül, akkor majd megnézzük, hogy kreatívban hogy van. De lehet, hogy egy kicsit bugos itt valami, és azért nem lehet jól látni, de nem tudom. Egyre jobban hallani már nem azért. Jó, elértük ez a bedrock. Igen, és itt kéne valahogy felhozni, de ahhoz, hogy hogy, azt nem tudom, halljátok. Jaj. Elvileg valami olyat láttam, hogy ráfolyatta a lávát a bedrockra, és akkor ő utána ott feljött a szörny... Nem tudom, hogy tényleg ez mennyire így van, vagy hogy kéne ezt megvalósítanunk. Meg hogy miért van egyáltalán a bedrock alatt? De itt van. Azt tudom csak, hogy hogy jutunk oda. Azt nem tudom. És hogy jön onnan föl, meg mit kapok, hogyha megölöm? Nem tudom kiütni a bedrockot, az a baj. Csak hangja van. Na várjatok, most váltok game módot, és megnézzük, hogy milyen ez a szörny. Hoppá, most nem sikerült. Így, és akkor nézzük meg, hogy mi ez. Hoppá. Void Monster. Most ez a Void Monstert hogy lehet felhozni? Onnan. Várjatok, vele lövök egyet. Oda érdekesen fogja. Aha, nem lehet kilőni. Tudjátok, hogy megpróbáljuk így, mert ezt nem lehet... Kritikát adtam neki. Feljössz a haver, ha itt kiütöm neked? Már csak kíváncsi vagyok tényleg, hogy ez hogy néz... Hogy mit dob, hogyha... Meghalt, de azt nem értem, hogy miért van a bedrock alatt. Úgyhogy most ezt így megpróbáljuk felhozni innen. Kritikát kap állandóan valamiért, vagy valami, nem tudom mi. Azt a mindenit! Jön föl! Gyere, gyere! Ide fel kéne hoznunk. Jó, folyik le a víz is. Ő láván úszik, vagy én nem tudom, mi úszik. Ezt nem tudom kiütni. Oké. Uha. Most őt ütötte? Gyere, gyere, gyere! Ha feljön meg, akkor meg szétverem. Itt van! Oké, váltsunk game módot, és megpróbálom, megnézzük, meglátjuk, hogy mi lesz. Normal mód, nulla. Haver. Mi a franc? Hol vagyok? Oh-oh. Oh-oh.
Ez egy 200 életű szörny, és Shader modban nem túl hatékony őt támadni. Gyere, gyere! Ez 98. A francokat! Ouch! Megint kaptam tőle valamit. Jajaj. Vakságot vagy mit ad rám? Elszaladok mellette. Kifátyázom mindenhol, hogy lássak. Menj innen. De nem tudom megtámadni normálisan. Mi mindig 198. Üzd már meg. Ó, ez... Nem lehet megütni? Mi a francia nem lehet megütni? Feltöltötte az életét, hát nem hiszem el. Jó, figyeljetek, szerintem ezt kár volt onnan felhozni. Mert meg fog ölni. Oké. Tudjátok mit? Elmenekülök. Jó, én azt hiszem, hogy ezt nem akar... Nem akarom, hanem nem tudom egyelőre megölni. Ezt a vagy basszus, én utánam. Várjatok. Oké. Egyelőre így jó. Ez eléggé furcsa szörny. Ott van, és nem tudom meglőni. 200 életű. Jó, én nem akarom őt most. Figyeljetek, hogyha egyszer úgy gondolom, hogy elég nagy az életem, meg ugye a pajzsom, meg minden egyéb, akkor visszajövök, ideírom, hogy Void Monster, de hogy ezt lehet nem kellett volna fel se hozni onnan a föld alól, az is lehet, én nem tudom. Úgyhogy nem próbálkozok vele inkább. Ezt visszakapcsoljuk. Jó, passz, nem tudom, hogy ez mi lenne. Na, ahogy látjátok, került be egy ilyen Battle Gear mod is. Majd a modlistát megtaláljátok amúgy a leírásba, úgyhogy azért nem kell majd írogatni. Ott lesz egy modpack, amiben benne lesz, úgyhogy abba, most csak úgy elmondom gyorsan a lényeget, és akkor csak annyi. Annyit kell, hogy így megnyomunk egy betűt, amire be van állítva, és utána behoz még egy kezet, amiben lehet pakolni. Ugye itt a átváltotok az a Battle Gear, és akkor itt lehet pakolni. Úgyhogy nekem most úgy lesz, hogy itt lesz egy kard, és az íjat pedig innen fogom majd vinni. Hogyha kell, mert ilyet ugye ritkábban használok, mint kardot. Ezért raktam most azt oda mind a kettőt. És most, hogyha áttekerek arra, akkor így hua, dupla kard. Úgyhogy nagyon menő. Páncél, pajzs, minden van. Ugye itt lett egy kicsivel több minden. A régi modok szinte minden, azt hiszem minden bekerült. Csak jöttek kiegészítések. És igen, újra van szárny, úgyhogy majd ezt a szárnyat visszaadom mindjárt magamnak, ami volt nekem. És azt a gyémánt felsőt meg kidobom. Bár most ahogy át tudok változni, az is jó. Ez volt ugye nekem, ahogy tudjátok, így voltam. Ezt pedig kidobjuk. Csak az megint meg kell nyomni a gombot, és akkor nem tudom, hogy merre megyek tovább. Azt terveztem, hogy itt valahol elmegyek. Ezt mindjárt átások. Így. És akkor így hupp, át. Úgy, né. És újra van szárnyam, nem kell morph modot használnom. És sokkal viccesebb így szárnyakkal repülni. Vá, jó. Jó, hát akkor figyeljetek oda arra a részre, az ott kész, vége annak a résznek. Legalábbis nem tudom, hogy ez a szörny ez mit csinál velem, vagy miért nem tudom megütni. Én azt hittem, hogy simán le tudom győzni. Azért is mertem előhozni onnan a föld alól. Mert amúgy nem tudom, hogy Survivor-ből hogy lehet előhozni. Tehát most oké, kreatívba leástam. És akkor így... Jaj, de szeretlek láva. Most oké, kreatívba leástam, felhoztam, de hogy amúgy hogy lehet... Passz, nem tudom. Került még be, amúgy közben, társas közben mondom, hogy került be dungeon mod, úgyhogy vannak benne új dungeonok. Ez az a hörgése. Mindjárt távolabb érünk hát, ha nem lehet már annyira hallani. Egy érdekesebb hangokat ad ki komolyan. Na, én már halkabban hallom. De még mindig hallom. Lassan átérünk egy másik barlang részhez. Az is jó, nekem mindegy, csak találnék már gyémántot, amivel tudok valamit kezdeni. Jó lenne.
Na tehát ezek a sokfajta, hát sokfajta, van levegőbe, földön másfajta. Hát aki követ engem Facebookon, az tudhatja, mert raktam ki róluk képet ezekről a dungeonökről, úgyhogy meg lehet nézni. És hogy azokat is majd önkíváncsi vagyok, csak ugye, hogy most a terület az maradt ugyanaz, így elég messzire el kell menni, mert csak ott generál új ilyen dungeonöket, ahol még nem jártam. Mit is mondtam, hogy 3x64 szenet összeszedek, és akkor többit már másra fordítom. És már van 2 gyémántom is, hurrá! Nagyon jó, és 89-es szint! Valamit kéne encsantolni. Ó, jaj. Jó, hát akkor egyen följebb megyünk. Még sok itt találva már nem azért, de tényleg. Láva tenger. Íni. Most ez csak Minecraft hang volt, vagy megint valami hülye szörny? Nem tudom, de eléggé furcsa volt ez a hang is. De ez most Minecraft hangja valami. Ó, Reston! Reston az jó lesz, mert szeretnék ezt az automata világítást csinálni majd a ház körül. Ugye úgy szeretném majd megcsinálni, hogy a napszakérzékelővel, tehát ez a napszakérzékelős lámpa. Ugye, hogyha este van, akkor simán felkapcsol, napközben meg nem ég. Ugye a ház körül kivilágítani szépen az egészet. Ez az se lesz kevés azért megcsinálni. Eléggé nagy terület. És sok mindenki egy pillanat, csak nézem, hogy... Jó. Jó kell, hogy lássatok minden fényerő is, meg minden jól van. Na, valami esetleg... Ó, átmentünk egy... Menjünk csak, átestem az egész alatt. De itt is van még, ahogy nézem, ugye ráközelítünk. Most valami alatt vagyok. Aha. Hát nézzünk be. Itt már voltam? Itt jöttem le. Ha? Itt már ástam. Na mindegy. Hú, basszus, merre voltam? Hová? Nem tudom, hogy merre voltam, de most komolyan. E fölött voltam valahol, itt táskálódtam. Várjunk már. Ne jöttem most én. Mindegy, megyünk tovább itt az 5-ös szinten. Ja, amúgy a fölöttem lévő bányát akartam, vagy valamit megnézni. Ja, itt voltam. Jó, nem szóltam, itt voltam. Igen, és fölfelé... Na mindegy, megyek tovább itt. Most a 10-es szinten vagyok, de visszább megyek. Lemegyek arra a szintre, ami nekem kell. Ugye ez a szint tökéletes lesz. Itt a barlangban, főleg a gyémánt miatt. 9-es szint. Hát, nem tudom, mit fogok találni. Visszakicsinyítem. Ott, ami van, ja, az abban voltam. Akkor egyelőre... Hopp. Melyikkel lehet? Á, ezzel lehet. Mik azok a kockák? Ó, várj, lehet, hogy azok lennének azok a... kicsi ilyen... Tudjátok, amiből van a láda. Nem dungeon, mert az nem dungeon. Hát nem tudom pontosan mi az. Láda lelőhely. Ilyen furcsa ládák, amiket ki kell nyitni, de ahhoz viszont kulcs kell, az a gond. Mindegy, legalább, hogyha megtalálok egy olyat, akkor ki tudom próbálni, hogy ez a dekunut, ez mire jó, valamire itt használható-e. Szerintem fölfelé kéne ásnom és rá kell rakni. Megtaláltam. Na akkor most kipróbáljuk a dekunutot. Jó, egy kicsit engem. Hát nem. Ez nem robbantja szét. Jó, mert mindig nem tudom, hogy oda hogy lehet bejutni. Vagyis, várj, azért nem azt mondtam.
A gránáttal? Azt hiszem, hogy a gránáttal lehet bejutni. Ez mi a franc? Ja, a fürdőkád. Krokodil fog. Vannak érdekes dolgok, mert bekerült pár új dolog. Igen, bekerült ez a meteoros dolog, hogy eshetnek meteorok is az égből. Ez is érdekesebb. Hát csak nem esik a házam közelébe. Nagyon jó lenne, szeretném, ha nem esne. Hát megyünk előre. Itt most semmi. Ja, a zombik azonnal jönnek. Azt nézem, még itt lefelé, ha megyek. De lehet, hogy másfelé kéne. De ott előttem, ha még kicsit előrébb megyek. És ott elkanyarodok utána lefelé. Akkor ott van valami, amit nem fedeztem még föl. Jó, másikat is meg lehetne nézni, de most szerintem ez talán jobb. Jobbnak tűnik hirtelen. Jaj, de sok sóder. Felkezni kéne. Oké, nézzük. Hát egyelőre csak előre. Ó, lap is. Én mindig ezek a hangok. Remélem, ti is halljátok. Wow. Ja, így jelzi. Na, közeledünk valamihez. Hát reszlónom lesz ahhoz a rendszerhez, amit gondoltam, az már biztos. Igen, tudom, sose ássak magam alatt. Mert abból még baj is lehet. Jó, ez most hangos volt. Ez a zúgás, remélem nektek nem hangos. Hát talán csak nem 35%-on, meg 9%-on. Nem kéne. Jó van, kezd fogyni. Iron ingot. Ja, hoztam magammal. Igen, hoztam magammal, hogyha kell csákányt csinálnom, akkor inkább így legyen. Mint hogyha egyszer megcsinálnék sokat. Na, valami... Látjátok, itt táskálódok a 7-es szinten, és még egyetlen gyémántot itt hirtelen így nem találtam, amióta itt táskálódok egyenesen. Már most még megyek egy kicsit előre. Kell menni, mert még előrébb van az, amit ezbe akarok menni. Látjátok, ott az a nagy lávás valami, ott lent, lefelé a térkép alja felé. Azt akarom ott elérni. Legalábbis jó lenne. Amúgy tök jó, hogy még jelzi a kis ládás helyeket is a térkép. Ennyiből könnyebb lesz megtalálni, hogyha lesz nálam ez a gránát, vagy valamilyen bomba, akkor ugye könnyebb lesz megtalálni mindent. Jó lenne, ha sikerülne. Na gyerünk már, valamit, valami ercet hallja. Gyerünk! Nincs erc? Na. Jó, hát vas. Vasból már lesz annyi, meg ezéből, resztomból. De valami értékesebb is jöhet, nem? Oké. Legyünk tovább. Nem sokára kanyarodok. Még egy kicsi. Milyen szép zúzott kő esik ki belőlük. Oké, világítunk. Érünk, már nem sok kell. Mindjárt elkezdek lefelé kanyarodni. Hoppá! Mellé nyomtam. Közben próbáltam ásni. Na, itt már sötét van. Mi hosszú járat, és még nem volt gyémánt. Ugye? Ennyi. Hogy van ez itt?
Pedig az a jó, ha csak egyenesen ások, mert akkor hát azt mondják, hogy meg lehet találni hamar. Na, úgy gondolom, hogy akkor megyek erre. Csak annyi a gyémántom lenne, hogy tudnék még csinálni eszközöket, ugye, de nem találok. Nem találok. Jaj, ne! Halljátok? Megint itt van. Jó, ezt már nem fogjuk kiengedni, de ezek szerint akkor ő ilyen helyeken él, repedésekbe. De ez csak egy hangot mondana. Vagy mégse. Mindjárt most vagy alá érek be, vagy pont bele. Kíváncsi vagyok rá, hol leszek? Ó! Oh. Jó van már, te monster! Hangos vagy. Ó, oh, elhaladtam. Akkor valahol... Valahol itt kell fölfelé ásnom. Lehet, hogy víz van fölöttem. Tényleg hangos. Ez az megvan, víz, tényleg jó gondoltam. Ez viszont a 15-ös blokk, ami gyémánt találásból nem jó. Sajnos. Azt a mindenit mekkora járat. Wow, na ezt kifosztjuk. Ezt ki fogjuk fosztani. Úgyhogy folytatjuk is. Ja igen. Így duplán csapkodó kardok. Ó, találtam egy nyilat. Tökéletes. Mondom, válts vissza. Na, mondjuk ez nem kell ide. Merre kell menni? Nem ez. Mindig elfelejtem. Ott hátul van egy járat, úgy látom, ami abba vele visz. Úgyhogy ezzel nem kell foglalkozni, hogy járatot ássak, vagyis lehet, hogy keveset. Ezt úgy nézem, hogy egy NPC bánya, és itt megvan még ilyen is. Arany. Itt te nem hagyja abba a morgást. Á, ott bele lehet menni. Akkor arra megyünk. Akkor itt bele, megpróbálok belemenni. Jó. Uha. Odáig most föl kéne építkeznem. Van mondjuk elég kövem. Ó, gyémánt. 11-esen? Vagy ez a 10-es már? Ez pont a 10-es lesz szerintem. Na már 4 gyémánt. Haladunk. Hát igen, csak jó lenne még. Még bőven jó lenne. Azt nem kapjuk el. Inkább nem kapjuk el. Na hol van? Opa. Ó, ott is mennyi minden van. Skeleton. Leszedlek. Jó van. Na, azokat a gyémántokat, érceket kiszedni. Jó lenne, ha annyi gyémánt lenne, halljátok. Ja, tudok repülni! Ó, nem szóltam, mert én tudok repülni. Mit építkezek itt magam alá? Már megszoktam, hogy nem repülök sose. Mennyire? Úgy, ott jó leszel. Na, nyíl. Kell a nyíl. Jó, megszoktam, hogy nem nagyon szoktam repülni. Aztán elszoktam tőle, hát na, most ez van. ahogy nézem, most már lassan vége lesz ennek a résznek, és akkor szerintem a következő részbe fogunk bemenni az NPC bányába, megnézni, hogy mit rejt számunkra. Kíváncsi vagyok, mert szoktak lenni benne ilyen-olyan ládikák, ugye, amik jók. Onnan jöttem, arra tartok, vagyis hát megnézem, mi van erre, ugye. Nem sok minden, úgyhogy erre nem nagyon... Megyünk. Ah, itt viszont arany. Ez az.
Na, hát akkor innen folytatom, tényleg most már megyek, és akkor a következő részben újra tovább megyünk. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!